Ezentúl a Városházán tekinthető meg az a 800 éves korpusz, melyet a Szent István székesegyház belső terében találtak meg a régészek. A feltárással egyértelművé vált, hogy a négykaréjos templom, illetve a mai püspöki székesegyház középkori előzménye között építéstörténeti összefüggések álltak fenn. Az ásatások még augusztusban kezdődtek el a székesegyházban, a munka folyamat első fele igazi sikert hozott a régészeknek. A szentély belsőből két anzsukori lábazatnál, nem sokkal a felszín alatt, ugyanis egy 800 éves korpusz került elő. A lelet egy dél-franciaországi műhelyből, valószínűleg kereskedelmi útvonalon keresztül jutott el a városba. Több éves ásatás előzte meg, hiszen apránként tudtunk csak dolgozni a területen, hogy végül a székesegyházon belül is dolgozhassunk. Maga a területen az Arany János utca rekonstrukciója keretén belül volt módunk ásni. Nyilván már voltak elődök, akik ástak a területen, hiszen korábban Krolovánszki alán, Siklósi Gyula is végzett kutatásokat, de ezek mindig kisebb részek voltak, és nem is tudtak oly mélységben lemenni. Viszont nekünk lehetőségünk nyílt, hogy nagy területen és a legnagyobb mélységben, tehát minden esetben az altalaig sikerült lemennünk. Az előkerült falmaradványok egyértelművé tették, hogy a négykaréjos templom és a székesegyház középkori előzmények között egyértelműen építéstörténeti összefüggések álltak fönn. És az ásatások révén ez kezdett körvonalazni, illetve a keltezése is apránként tisztázódni. Nyilván még további kutatások válnak fontossá, meg a feldolgozás is majd csak ezt követő, de leszögezhető, hogy a négykaréjos, tehát ezt a kora Árpád-kori templomot az anzsukorban egyhajós templommal bővítik ki, amelyet egy sokszögű szentély zár le. És ezt azért tudtuk az anzsukorra datálni, mert két lábazat, faragott lábazat eredeti helyükön közvetlenül a burkolat alatt jött elő, tehát nem is kellett mélyre mennünk. És bizony ebben a szentély belsőben jött elő az úgynevezett limozsi korpusz. Maga a tárgy jelentősége valószínűleg a körmeneti keresztet díszítette, valószínűleg vagy körmeneti, vagy pedig oltáron helyezték el. Ez a tárgy, ez Dél-Franciaországból származik, a 13. század első felére datálható, és a stílusjegyei alapján pedig román stílusú, ezt sikerült pontosítani, és ez vagy kereskedelmi úton, vagy pedig az idei hazánkba érkező francia klérikusok hozták magukkal ezt a tárgyat, és bizonyítva azt, hogy ez a templom folyamatosan még mai napig működik, hiszen ugyan elbontották a középkori falakat, de részben rá és megbővítve folyamatosan működik, tehát egy 1000 éves templomról van szó. Egy kicsit maradjunk még ennél a korpusznál. Mi az, amit tudható róla, mennyire különleges, hazánkban van-e hasonló lelet egyébként, és hogyan dolgoztak a dél-franciaországi műhelyben tulajdonképpen? Maga a tárgy, tehát Dél-Franciaországban lévő középkori ötvös művészet egyik fellegváráról van szó Limoges esetében. Ez a 12-16. Században élte virágkorát ez a város. Jellemző díszítő eljárása maga az ománcozás volt. Ez úgy kellett elképzelni, hogy kiöntötték a tárgyat bronzból, vagy pedig részből, lemezből meghajlították, és ebbe az ötvös művész pedig mélyedéseket vált ki, amit díszíteni szeretett volna. Majd pedig a színes üveget porrázúzva felhevítették, hogy olvadék legyen belőle, és egy lúttor segítségével, ha ténylegesen így történt, de Theophilos presbiter leírja, hogy hogyan is zajlódhatott a technika, apránként belecsepegtették a mélyedésekbe ezt a felolvasztott üvegolvadékot, majd pedig a tárgy bekerült, hogy ismét egyenletesen eloszlódjon ez az olvadék, és hogy kiégjen, ismét elkezdik a tárgyal együtt felhevíteni. Ezt követően már polírozzák, tehát simítják a felületet, és esetleg még egy aranyozást is kapott ez a tárgy. Hazánkban mennyi ilyen lelet, a hasonló lelet került elő, és hogy dél-franciaországi műhelyből, ebből a műhelyből hoztak-e még haza hasonló liturgikus tárgyat? Igen, körülbelül több mint 50 darab töredékkel rendelkezik hazánk, de ezek töredékek, tehát teljes egészében kereszt egyedül csak a szarvasi van, tehát ennek alapján tudjuk elképzelni, hogy hogyan is nézhetett ki ez a kereszt, és amelyen helyezkedett el ez a Krisztus. Több korpusz is ismeretes hazánk,
hazánkból, többsége az alföldi térségekből maradt fel, és azért maradnak fenn csak töredékek, tehát zomászlapok, szentek alakjai, vagy éppen a korpusz, mert ezeket egy ilyen fa magra erősítették fel, apró részekből állították össze, és ezek óhatatlanul az idők folyamán leválhattak, leeshettek, stb. És emiatt tehát nem maradt meg teljes egészében, hanem tényleg csak töredékek maradtak hazánkból. És milyen lehetett az a kereszt? Ez a keresztet szintén valószínűleg bronzból készült el, amelynek a felületét aranyozták, és nagyon szép ilyen rátédíszekkel, üvegberakásokkal díszítheti, és a szárakon pedig szentek alakjai kaptak helyet, amelynek a közepén pedig helyezkedett el ez a korpusz, tehát ez a Krisztus, amelynek az egyik kötőjét díszítették zománc berakása, valamint a szemének az írisze is egy-egy zománcsepp volt. Ez az ásatások egyik legjelentősebb lelete. Mi minden van még, lehet még, illetve találtak a bazilika alatt, vagy a bazilikánál, nem is volt teljesen alatta. Igen, ezen kívül ki kell emelnem, elsősorban a barokkori sírokból nagyon gyönyörű liturgikus tárgyakat találtunk, rózsafüzéreket kegyérmekkel, ezen kívül több nagyon szép feszületet is sikerült megtalálnunk, elsősorban a kriptákból kerültek elő. Mi várható még? Meddig tarthatott a munka? Most már az utolsó fázisához érkeztünk. Itt a négykaréjos templomnak, a keleti karéjának a feltárása zajlik most jelenleg. És akkor így ezáltal bezárul. Bár nem tekinthető, mert még a Géza Feldem tér, ahol most jelenleg építési területről van szó, még az van még egyedül hátra, de azt már csak akkor tudjuk, hogyha befejezték a belső munkálatokat a Székesegyházon belül. Hazánkban a limozsi műhelyből származó leletekből eddig nagyjából 50 került elő, de mindegyik csak egy-egy liturgikus tárgy darabja. A 800 éves korpusz bemutatóján a megyés püspök azt mondta, a lelet az összefogás jutalma, hiszen a bazilika felújítása és a régészeti feltárás a kormány, a város és az egyházmegye együttműködésének köszönhető. Válságos időket értünk át, hiszen egy templom romlása, pusztulása az mindig érzelmileg is érinti az embert. Azonban a Jóisten a bajt jóra fordította, megújult a tetőzet, megújult a külső homlokzat, és a munka tovább haladhatott, és lehetőség nyílt a belső restaurálásra. Egy döntés előtt álltunk. Ha egyszer a templomot bezárjuk, és egy ilyen komoly felújítási munka indul, akkor meg kéne próbálni a templom alatt lévő rétegeket is megkutatni, föltárni, megnézni, mit rejt ez a titokzatos hely, ahol évszázadokon keresztül Szent István király óta, és még azt megelőző időben is biztosan tudtuk, hogy keresztények imádkoztak, templomot építettek, szent hely volt számukra. Készséggel járultunk hozzá ehhez a munkához, és ezt a munkát, amelyet közös összefogással, a városházával, önkormányzattal tudtunk elvégezni, a Jóisten megáldotta, megjutalmazott bennünket ezzel a csodálatos lelettel, amely valóban nem csak egy értékes régészeti tárgy, valami, ami több mint 800 esztendőn keresztül kötődik a magyar történelemhez, hanem egy szakrális tárgy, egy korpusz Krisztust hozza közénk, akinek megtöretett lába mindazt a fájdalmat és mindazt a szenvedést hordozza, amely a megváltásunkat jelenti, és amelynek sokszor mi magunk okai vagyunk és részesei vagyunk az életünkkel, egyáltalán a gyökerek tiszteletével és a jövő felelősség teljes szolgálatával. Amikor látjuk ezt a korpuszt és szemléljük majd, és bizonyára meg lesz annak a helye, hogy a Székesegyházban ott legyen majd az iraki kereszt mellett esetleg, amely az üldözött keresztények szenvedésének állít emléket, vagy emlékét hozza ide közénk, akkor azt gondolom, hogy hitünkben erősödhetünk, meg kell erősödnünk, és meg kell növekednünk kell ennek a városnak a szeretetében, Szent István örökségének a szeretetében, és ennek a tudatában kell formálni az életünket, jelenünket, hogy a jövő is arról a keresztény kultúráról, arról a keresztény életről szóljon,
amiről szól 800 év távolából számunkra ez a korpusz is. Adja jó Isten, hogy mindezt örömmel együtt tudjuk majd ünnepelni, amikor nem hamar, évek múlva, de egyszer csak mégis majd elérkezik az az időpont, amikor a Székesegyház újra kinyitja kapuit, és az emberek bejöhetnek a megújult, megszépült Székesegyházba. A feltárással egyértelművé vált, hogy a négykaréjos templom, illetve a mai püspöki Székesegyház középkori előzménye között építéstörténeti összefüggések álltak fenn. A limozsi korpusz ezen túl a városházán tekinthető meg. Fantasztikus tárgy, nyilván értékeket közvetít, hagyományokat közvetít, a keresztény értékrendre hívja fel a figyelmet, emellett önmagában a kora már tiszteletet parancsoló, azt pedig belegondolni, hogy 800 évig körülbelül azon a helyen lehetett, és most a régészeti feltárásnak köszönhetően, a régészeknek köszönhetően megtaláltatott ez a kis csoda. Ez azt gondolom, hogy teljesen logikusan vezetett odáig, hogy ez bemutatásra kerüljön, és minél több ember ezt megcsodálhassa, és minél érdekes, hogy egyébként ezt közel az adventi időszakban tudjuk megtenni. Úgy gondoltuk püspök úrral közösen, talán a Szent Imre napja lehet az, amikor a legméltóbb a helyzet ahhoz, hogy ezt bemutathassuk, és mostantól kezdve itt városházánk díszterme előtt látható. Én azt gondolom, hogy érdemes megnézni a következő hetekbe, hiszen heteken, hónapokon keresztül itt látogatható lesz a városházánkon, és aztán pár év múlva, amikor bazilikánk felújítása, belső megújulása is megtörténik, befejeződik, akkor pedig letétbe ugyan, de vissza fog oda kerülni, ahol megtalálták. Annyi különbséggel, hogy nem a földbe, hanem a földön lesz ugyanúgy látható, mint most a városházán, akkor már a bazilikában. Jelképes szempontból mekkora jelentősége van annak, hogy ez a korpusz most itt a városházán tekinthető meg? Úgy gondolom, hogy mindig szimbolikus, ha valami a városházán történik, hiszen ez mégiscsak a város első számú terme. A magyar nyelv az nagyon szép és kifejező, hiszen azt mondja, hogy a városháza, ez a város minden polgárához tartozik, ez a közös pont, a közös nevező, és most ebben a közös nevezőben itt a díszterem előtti folyosón látogatható maga a korpusz is, még önmagában is egy csodálatos tárgy, de ezen túl azt gondolom, hogy nagyon fontos az, amit szimbolizál, nagyon fontos az az összefogás is, amit szimbolizál, hiszen maga a régészeti feltárás is így vált lehetővé, hiszen az egyházmegye elindította a felújítást, ehhez a kormányzattól megkapta a szükséget forrásokat. Püspök úr hozzájárult ahhoz, hogy a szakemberek megkezdhessék a régészeti feltárást. Szent István Király Múzeum szakembereire egy Szabina vezetésével ezt meg is tették, és mintha egy kicsi jutalmat kapott volna az összefogás az összefogásért, előkerült egy ilyen csodálatos tárgy. Úgyhogy élmény volt, azt gondolom, hogy hallgatni magát a régészeti munkáról történt szakmai, tudományos beszámolót, és hát nézni ezt a tárgyat. Úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy jöjjön el, és tényleg álljon meg egy pillanatra, egy és csodálja meg, másodszorban pedig gondolja át, hogy mit is jelent ez a 800 év mondjuk Székesfehérvár történelmében. A következő hetekben hivatali időben tekinthető meg a korpusz, adventben pedig akár hétvégenként is. A tervek szerint a bazilika teljes belső rekonstrukciója 2022-re készül el, eddigre a korpusz is visszakerül majd a Székesegyházba.